Zenétől és énekszótól volt hangos a velencei ifjúsági tábor kedden délelőtt. A gyerekek egy csapata néptáncot tanult, még a többiek kézműves foglalkozáson vettek részt. Különféle színes alkotások készültek az árnyékban. A gyerekek több technika közül is választhattak. A héten ezen kívül többek között sportprogramokra, strandolásra is számíthatnak a táborozók. A cél pedig nem más, mint a gyerekek nyitottságának erősítése. Az élet minden területén fontos. Azt tapasztaljuk mi tanárok, hogy egyre nehezebben beszélnek a gyerekek a hétköznapokban, és ez a tanulásban, az emberek közötti kapcsolatokban is nagyon, nagyon nagy hátrány. Éppen ezért közös játékokkal ösztönzik a gyerekeket, hogy interakcióba lépjenek egymással. Krausz Inez először van a táborban. A kislánynak egyedül a reggeli ébresztő okoz egy kis nehézséget, az ismerkedés nem. Már most rengeteg barátot gyűjtött. Nagyon sok barátom van, annyi, mint a kazal. Az utolsó héten 57 gyerek van a velencei ifjúsági táborban, de idén nyáron is sokan voltak a városi napközis táborban. Ott közel 200 gyerek fordult meg, akik közül többen visszatérő táborozók.